Pál Károly, a Bács-Fekete-hegyi Feketics Művelődési Egyesület tiszteletbeli elnöke, politikus és közéleti személyiség. Már 4 évtizede egyengeti a vajdasági és főként a Bács-Fekete-hegyi magyarság útját. Rendkívül komoly megtiszteltetés ért engem akkor, amikor átadhatom régi barátomnak, Pál Károly úrnak azt a kitüntetést, amelyet javaslatomra Áder János köztársasági elnök úr adományozott neki. Ez a Magyar Érdemrend Lovak Keresztje. Ilyenkor mindig egy laudáció szokott következni, amit rendszerint felolvasnak. Én, ha megengedik, akkor nem terhelem önöket részletekkel. Azt gondolom, hogy ha nekem most itt meg kéne indokolnom, hogy Pál Károly miért kapta ezt a kitüntetést, akkor igen-igen nagy baj lenne. A kitüntetés átvitele után Pál Károly köszönetet mondott a családjának és mindenkinek, aki együttműködött vele, és azoknak is, akik folytatják a megkezdett munkát. Én úgy érzem, hogy ez az elismerés ez nem csak nekem szól, hanem mindenkinek, akivel az elmúlt több mint 4 évtizedben találkoztam, együttműködtem, és azoknak is szól, akik ma itt a színpadon fölléptek, hiszen az, amit ma itt láthattunk, 100-an fenn voltak a színpadon, több mint 400-an le voltak a nézőtéren. Valahogy arról szól, amiért én kaptam ezt a kitüntetést, arról, hogy tennünk kell azért, hogy itt maradjunk, itt legyünk, és jól érezzük magunkat a szülőföldünkön. A kitüntetés ünnepélyes átadását és a több mint 100 fellépő művelődési műsorát jelenlétével megtisztelte dr. Menyhárt Attila szabadkai vezetőkonzul, Pásztor István a tartományi képviselőház és a VMS elnöke, Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, több tartományi és köztársasági tisztviselő, valamint a testvértelepülések és a vallási közösségek képviselői is.